Ebben az utcában került elő egy pisztoly néhány napja. A Bajcsi-Zsilinszkiben lakók közül most senki nem akart az esetről beszélni, de kamerán kívül annyit elmondtak a helyiek, hogy a családi viszály hátterében pénzügyi vita állhatott. A rendőrséget az egyik sértett rokona értesítette. Múlt héten szerda délelőtt bejelentés érkezett a Tolna megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központjába, hogy Tolnán a Bajcsi-Zsilinszki utcában egy férfi többször rálőtt a lány testvére élettársára, valamint a vele együtt dolgozó másik két személyre. A rendőrök azonnal a helyszínre vonultak, ahol meg is találták a lövöldöző férfit, akivel szemben intézkedni kezdtek. A bejelentést követően rendőrök mentek a helyszínre, ahol a férfit igazoltatták, majd előállították a rendőrségre, és a későbbiek során gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi lakásán megtartott házkutatás során lefoglaltak egy pisztolyt, vagy annak utánzatát, amelyet szakértő fog majd megvizsgálni. Az elsődleges információk alapján viszont a pisztoly nem igazi lőfegyver volt, csak egy annak látszó úgynevezett airsoft eszköz. Ez egy játék, ami emberi élet kioltására alkalmatlan, súlyos sérülést viszont lehet vele okozni, például ha szemmel lőnek vele valakit. Az agresszív férfit ennek ellenére előállították a rendőrök. A férfi korábban már több alkalommal zaklatta családtagjait, valamint a testvére élettársát egy alkalommal bántalmazta is, ezért a bíróság távoltartást rendelt el ellene. Mivel senki nem sérült meg, a lövöldöző férfinak csak garázdaság miatt kell felelnie. A szekszári rendőrkapitányság folytatja benne a vizsgálatot, a férfi szabadlábon védekezik. A játékfegyverrel lövöldöző férfit a garázdaságért akár 3 év börtönre is ítélhetik.